Sziasztok! Ma ezt a képünket fogjuk elkészíteni. A színeket hozzátok be a mappával, és adjátok hozzá az egyéni színekhez. A rózsaszínest háromszor, a szürke az lesz a hátszín kétszer, a zöldet az lesz az előszín egyszer. Na most mind a kettőt bezártuk. Nyitunk egy 800x500-as üres lapot, és elkezdjük szűrők, meddi, vévilap 1-1. Maradunk a lineáron, a beállítások 1, 52, 75. Az első két szín marad. A harmadiknak tesszük a harmadik színt, a negyediknek pedig tegyük a fehéret. És oké. Szűrők. Élesítjük mikrokontraszt 12-vel. Szűrők, bemenjünk a filter unlimitedbe, innen pedig a Tille and Mirror distorsión vertikál, és ennek a beállítása 94. És apli. Ezt a réteget megkettőzzük, a vízszintes tükrözéssel átdobjuk, az átlátszatlanságot tegyük 50-re, majd egyesítjük az előző réteggel. Szűrőt élesítjük mikrokontraszt 12-vel. Újra megkettőzzük ezt a réteget, maradunk a felső rétegen, szűrőt, filter unlimited, transparency, eliminate white, vagyis a fehéret vesszük ki belőle, és apply. Rámenjünk az engravingra, színt gravírozunk pozitív domborművel, és OK. Szűrők, simple, quick tille, apply. Szűrők, filter unlimited, a twadies, innen pedig a weaver, és ennek a beállítása pedig, hát nem tudom, ez az, na nincs. Nem is a Weaver, bocsánat. A Twadisból, bocsánat, a Tramagas, Twad of Line. Néztem, hogy nincs az, ami kéne nekem benne. És ennek a beállítása pedig a következő. Tehát Twadis, vagyis Tramagas, Twad of Line. Bocsánat. Ennek a beállítása 95, 102, 19 és 3, és apply. Rálépünk a háttérre, amit megkettőzünk, és felhozzuk felső rétegként. Szűrők, filter unlimited. A VM Extravaganza, James Bondage, vagy Bondage, ennek a beállítása pedig 124, 11, 124, apply. Most pedig veszük a kijelölőt, és az ellipszist, és ezt a kört itten kijelöljük, így. Elmondom a kézi beállításokat, 172-23, 459-457, oké. Lépjünk rá az első rétegünkre, megkettőzzük, és az alatta valót pedig
pörlőjük. Na most, a második rétegnek a keverék módját tegyük rá minimum kiemelésre. Szűrők, L és K, zita, ennek a beállításai lesznek 4 és 10, és OK. A szűrőt élesítjük mikrokontraszt 12-vel, az átlátszatlanságát pedig levesszük 50-re. Rálépünk a háttérre, ennek is adjuk szűrők, L és K, zita, itt a beállítás lesz 4 és 15, és OK. Szűrőt élesítjük mikrokontraszt 12-vel. Fellépünk a felső rétegünkre, szűrők, filter unlimited, a simple, és most pedig a quarter corner, és apply. Ezt a réteget megkettőzzük, a vízszintes tükrözéssel átdobjuk, majd újra megkettőzzük, a függőleges tükrözéssel átdobjuk, majd újra megkettőzzük, és a vízszintes tükrözéssel is átdobjuk. Tehát mind a 4 sarkába, de egyesítni nem egyesítjük. Lépjünk rá a harmadik rétegünkre, és vegyük a kijelölőt, és ugyancsak az ellipszist, és újra kijelöljük itt a közepet. Na, így. Hozzunk be egy réteg új üreset. Megjelenítjük a kijelölőt, és a mappában most behozzuk a tájat, amit kimásolunk, és ide pedig kijelölés illesztés középre. Szűrők élesítjük mikrokontraszt 12-vel egyszer, és szűrőkélesítés mikrokontraszt 12-vel még egyszer. Rálépünk a felső kijelölés elrejtése. Rálépünk a felső rétegünkre. Rámenjünk a szín árnyalat variációra, és 213-assal na még egy kicsit így az átszínezéssel átszínezzük az alatta, vagyis mind a 4 réteget át kell így színezni az átszínezéssel. Fentről lefele mind a 4 réteget. A színvariációval átszíneztük. A táj már nem fog kelleni, ezért ezt bezárjuk. Behozzuk a mappából a díszt, amit kimásolunk, felléphetünk a felső rétegre, ide beillesszük új rétegként, majd megfogjuk, és ebbe a sarkába elhelyezzük. Ennek a beállítása, tehát el is mondom, kézi beállítás 16, hát tegyük 17-17-re. Oké? Okay.
megkettőzzük, a függőleges tükrözéssel átdobjuk, ezt is lerakjuk ide, és ennek is megnézzük a kézi beállításokat, hogy a felső 17 kell legyen. És oké. A kettőt egyesítjük egymással, szűrők, élesítés, mikrokontraszt, 12-vel élesítjük, szűrő, domborítjuk, domborítással. Réteg, egyesít minden réteggel. Kép, külső keret, egy egyest adunk a harmadik színnel, vagyis a rózsaszínnel. Kép, külső keret, egy ötöst a szürkével, a hátszínnel. Kép, külső keret, egy egyes újra a rózsaszínnel. És kép, külső keret, egy ötvenes a szürkével. A varázspálcával kiálljuk az ötvenest. Ez már megszokott tőlem. Amióta rájöttem, mindenvel készítem a Simple Quick Tillé Apli. Szűrők, elmosás, gauss elmosás, egy ötvenes, szűrők, élesítjük, mikrokontraszt 12-vel, szűrők, Carolina and Sensibility, a Dailiness, hagyjuk ezt a beállítást, és oké. Okay. Kijelölés, invers kijelölés, szűrők, leképezés, progresszív kontúr. Egy 35-ös lesz. Szétázás, és a színünk pedig a rózsaszín lesz. Okay. Kijelölés, összes kijelölés, kijelölés, összehúzás 25, kihúzás és kitöltés egy kettes a rózsaszínessel, vagy nem is tudom, hát amilyen szín, olyan szín, mindegy. Kijelölés, összes kijelölés, kijelölés, összehúzás 20, kihúzás és kitöltés egy 6-os a szürkével, kijelölés, összes kijelölés, kijelölés, összehúzás 15, kihúzás és kitöltés egy kettes ugyancsak a rózsaszínnel. Oké. Okay. Kijelölés elrejtése. A diszma nem kell. Szűrők, a filter, customs, adjuk neki a lanc kapét, oké, okay. És szűrők, szero, porcelán, hagyjuk ezt a beállítást, oké. Okay. Következőkben behozzuk az írást, amit kimásolunk, ide beillesztünk új rétegként,
Elhelyezzük valahova, mert egyszer behozzuk a csajunkat. Most pedig behozzuk a Lucz Krisztina csaját, amit kijelölés, rétegkiválasztás, másolás. Ide beillesztünk új rétegként, oldalra eltesszük, majd réteg méretezéssel az arányok megtartásánál kivesszük a pipát, feljebb hozzuk, így, még egy kicsit lentebb, még egy picit oldalra, és rögzítjük. Szűrőt élesítjük mikrokontraszt 12-vel, a beállításokkal adunk neki árnyékot, az lesz 50%, és egy 35-ös sugár, árnyékegyesítés, és újra beállítások, árnyékolás, mínusz 5, és mínusz 5, oké, és árnyékegyesítés. Most pedig rámenjünk az írásra, amit elhelyezünk. Úgy helyezzétek el az írást, hogy én is nézem, hogy olyan, hogy lenne jobb. Hát azt hiszem, hogy így jobb lesz. Tehát itt is a keret szélén van, meg itt is a keret szélén van, lent is és oldalt is. Az írásnak a beállításokkal adunk árnyékot, az lesz 1, 100 és egy 1-es sugár, oké, árnyék egyesítés, és újra beállítások, árnyékolás, ugyanevel a beállítással, oké, és árnyék egyesítés. Ezeket bezártam, nem kellenek már. Réteg, egyesít minden réteggel. A képet méretezzük 800 pixelre. Hát ennyi volt a mai lecke is. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Mindenkinek köszönöm az eddig elkészített képeket. Egy nagyon szép napot kívánok nektek. Sziasztok!